A Behódolt tartomány című kötetben találunk régebbi és új verseket, de fordításokat is, egészen a 90-es évektől a 2000-es évekig. A szerző Alekszandár Tismá, Miodrág Pavlovics, Sztevan Tontics és Josip Oszti műveit ültette át magyar nyelvre. A költemények kölcsönhatásban vannak, tematikailag és formailag is kapcsolódnak egymáshoz. A saját verseim szempontjából abban biztos voltam, hogy, hogy egy keret lesz egy kerete a saját verseimnek, tehát az úgynevezett dekódolt tartomány, ami hát, hogyha földrajzilag be akarom határolni, akkor az legfőképp Vajdaságnak van közel, és a behódolt tartomány, ami mondjuk így egy tágabb értelmezése az első versnek, ez tulajdonképpen ikervers, és a többi verset meg megpróbáltam hát valamiféle ciklusokba szervezni. És hát ezek a versek, ahogy mondtam az előbb, óhatatlanul rímelnek egymásra. Bozsik Péter verses kötete a Vajdasági Fórum Könyvkiadó Intézet és a Magyarországi Kalligram közös gondozásában jelent meg. Évente körülbelül olyan 5-6 kötet van, amelyet közös kiadásban jelentünk meg valamelyik magyarországi kiadóval, és Bozsik Péter kötete azért is volt különösen érdekes a számunkra, mert ugye fordításokat is tartalmaz, ugye délszláv költőktől, az elmúlt időszakból, és hát a fórumnak külön fontosságú az a szerepvállalása, hogy közvetítsen a délszláv és a magyar kultúrák között. Bozsik Péter szerint a kötet legfőbb üzenete a szabadságvágy.